Bécs, vagy ahogy a németek nevezik Wien, Ausztria fővárosa. 450 kilométerre van Szerbia északi határától. Autóval alig 4 órás utazás, ha a szerb-magyar határon való várakozást nem számoljuk. Ez a közelsége teszi oly vonzóvá nagyon sok szerbiai és vajdasági számára. Csak találgatni lehet, hogy hány vajdasági magyar él és dolgozik Bécsben. A 2 millió lakosú osztrák főváros meg sem érzi azt a több száz vagy 1-2 ezer vajdasági magyart, akik az elmúlt 1-2 évben itt tervezték újra az életüket, gyakran családostul. Balázs egy étteremben dolgozott pincérként Óbecsén, élettársa Dóra pedig egy varrodában. A nőnek van egy iskolás gyereke. Ők ketten nem akartak beszélni a viszontagságaikról, ezért Balázs szemszögéből ismerhetjük meg a történetüket. Eléggé nyelvtudásom, annyit tudtam, hogy elég sok honfitársunk van kint, úgy szerbek, úgy magyarok, és akkor hát erre építettem, ezért választottuk pont Bécset. Már mondjuk Németországban már terülményesebb lett volna. Kerestünk végül, és próbáltuk felvenni kapcsolatot emberekkel, de nem kecsegtetett valami nagy sikerrel az egész, hanem az, hogy egy haverral jöttem ki, és akkor ő aztán azt mondta, hogy neki ez Bécs az így egy az egyben nem jön be, nagy a nyüzsgés, túl nagy város, stb. És aztán tovább állt egy másik osztrák város. Annyi volt a szerencsém, hogy a párom közben talált egy munkaadót, aki nagy cégnek dolgozott be, neki is cége van. Tehát német... Otthon, Becsén? Igen, hát olyan neten találta. És akkor megadta az elérhetőségeket, és akkor én így jutottam el ehhez a fickóhoz. Úgyhogy... és akkor ővele kezdtük a melót. Tehát lehet mondani, hogy amíg élek, hálás lehetek neki, mert ő adott egy kis kapaszkodót az egész szituációhoz. Ez egy takarítói állás. Úgy nézett ki, hogy irodákat az OVB-nek, tehát a vasút hálózatot, aki üzemelt, vagyis az nem csak úgy üzemeltetve, az ő kezében van az egész vasútvállalat, és, vagy vasúthálózat pontosabban, és akkor annyi, hogy egy ilyen nagy épület, városon kívül, 3 emelet plusz egy fél, irodák, WC-k, tárgyalóterem, stb. És akkor napi 2 óra hosszában tudtam ezt csinálni. Az egy hetet így lehúztam, tehát ez volt az akkori főnököm egy ilyen, mint a beavatási szertartás. Így meglátta, hogy talán nem vagyok annyira kutyavitő, és akkor aztán azt mondta, hogy ad másikat is, tehát akkor már szombaton még kaptam hozzá, meg utána való héten még adott hozzá, úgyhogy praktikusan 3 munkahelyre raktam össze az akkori nem egész 900 eurós fizetésünk. Ezzel meg vagy elégedve? A takarítással? Persze. Lehet mondani, még úgy vannak fázisai, amiket szeretnék csinálni. Otthon takarítottál, korábban volt munkatapasztalatod? Tehát nem hivatalosan, nem munkaállásban, hanem mondjuk otthon főporszívóztál, vagy főmostál? Hát otthon megmondom őszintén, nagyon keveset, de így hát az étteremben ugye, amit úgy takarítottunk. Can tell, don't be far too.
Balázs először egy bécsi hostelben lakott. Megmutatni nem tudjuk. A kamerát nem kedvelik ezek a szálláshelyek, amelyekben a legtöbb külföldi munkavállaló az első néhány hetet, hónapot átvészeli. Praktikusan csak egy ágy képezte a magánszférát, tehát durván mondva hatan voltunk egy szobában, mindenféle nép, mindenféle nemzet, úgyhogy turisták jöttek, mentek, egy nap itt volt, másnap már tovább állt, másik házra, stb. Úgyhogy. És akkor hát ez elég ilyen körülmények között. De jó, végül is az volt a lényeg, hogy tiszta legyen, meg hogy tudjam, hogy államra hajtani a helyen, vagy tudjam, hogy kipihenni magam. És hát az volt a jó, hogy én, mivel ugye említettem, hogy a nyelvtudásom szinte zéró volt, amikor kijöttem, hogy ezt magyarok tartották, és akkor így könnyebben tudtam úgy a kommunikálni velük, úgy aztán a tanácsokat fogadni tőlük, ami a közlekedésre irányult. És akkor gyakorlatilag egy ágyon élted az életedet? Egy hónapig. Hát az képezte a magánszférát, tehát nem csak az, hogy ágyon, mert volt ott ilyen nagy nappali, meg nagy tévé, meg konyha, meg lehetőség főzésre, de azt mind osztottam a többi emberrel. Volt olyan pillanat, amikor úgy érezted, hogy itt elég, besokaltál, nem ilyennek álmodtad, nem erre vágysz és hazamegy? Olyan nem volt, hogy hazavágytam, olyan többször volt, hanem az, hogy így azt mondtam, hogy szakadt a film, és akkor elég. Egyszer volt egy nagyon nehéz pillanatom, azt hiszem az első kicsit komolyabb fizetést megkaptam, 400 ennyi eurót, és akkor abból kellett a munkásszállót kifizetni, ami 200 ennyi-mennyi, és akkor meg a többit abból élni, és akkor volt az, hogy ezt nem lehet, ezt nem tudom, majd csinálom. De hát aztán végül sikerült föltanálnom magam, mert akkor kezdtem a McDonald's-ba dolgozni, és akkor olyan, hogy ott lehetett kajázni, akkor az egész kaját ugye éjszaka dolgoztam, akkor a vacsorára, meg aztán a másnapi reggelire szűkítettem az ebéd az olyan immelámmal, és akkor így akkor olyan tudtam spórolni, akkor aztán végül a mosatlant is már oda hordtam. És jó, nem minden, de volt amit, ugye ott a munkásruhákat, amit nem tudtam kézzel, mivel a munkásszállón fizetni kellett a mosásért. A családok többségéből először a férfi próbálkozik külföldön. Ha sikerül feltalálnia magát, követi a család többi tagja. Balázséknál is így történt. Ugye én március végén jöttem, akkor a párom július elején jött ki, és akkor utána az ő fiam meg jött, hogy is augusztus környékén. Az ottani főnököm beajánlott, ő tudott valami kéglit, és akkor úgy kerültünk oda, olyan, hogy először azt mondta, hogy egy nénivel kell együtt lakni, olyan, hogy az egyik szoba az övé, másik a miénk, így aztán kiderült, hogy rajta keresztül kell járnunk, és akkor És oda beköltöztünk, mert ne egy abban a pillanatban nem volt más.
és akkor kénytelenek voltunk elvállalni. Az öregasszonynál, amikor laktunk, tehát ott lehúztunk egy hetet a párommal, és akkor aztán kaptunk egy ilyen ultimátumot, hogy még ma költözünk el, mert a nénének gondjai vannak velünk, meg stb. Stb. Mentőfként kerültünk a 9. kerületbe egy lakásba. Na most ez úgy nézett ki, hogy a lakás egy ilyen, nem tudom, 120-130 négyzetméteres lakás, négy szoba, és akkor mindegyik szoba külön lakóknak van kiadva. Nehéz lakáshoz jutni Bécsben? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. Ezek a keserű tapasztalatok, hogy sok minden, kemények a kritériumok, sok mindent meg kell felelni, tehát... Minek? Felsorolod? Például a kell egy stabil munkahely. Kell egy... Hát most, hogy konkretizáljam, amit a kaucióra, meg a stb. Oda kell fizetni, tehát ugye a lakásszerzés, ugye, tehát mi nekünk is körülbelül 4000 euróban van benne. Amit le kellett tenni, hogy be tudjunk költözni a lakást. Ebben a lakásban, ahol most vagyunk. Azt mondtad, hogy a lakáshoz kell munkahely, a munkahelyhez viszont lakás kell, nem? Nem paradox ez? Hát nem, mert valójában ez úgy megy, ezt az utat így kellene végigjárni, hogy aki megérkezik Ausztriába, tehát először lakás, utána lakásszerződés, mendeszete, ami a legfontosabb, lakásbejelentő, mert annélkül nem lehet dolgozni, és akkor ezután lehet munkát keresni. Tehát most ez kicsit izé, mert sok helyen ez megfordul, igen, mert uh-huh. Abban az esetben, hogy az ember feketén talál lakást, vagy nincs lakásbejelentője, vagy valami, vagy... Tehát most ebben ne vanyolódjunk bele. Dóra is takarítóként dolgozik. A Természettudományi Múzeumban kapott munkát. Az interjú után mobiltelefonján megmutatta az adai-varodai munkáját, mire váltotta fel. Hogy talált a feleséged munkát? Hát úgy talált, hála Istennek, hogy akivel dolgoztam a McDonald's-ba, a Tibor, ő neki a felesége dolgozik ott, ahol most a feleségem is, és akkor így beajánlotta. Milyen munkaidővel dolgoztak? Hát én éjjel, legfőképp éjjel dolgozok, a feleségem meg ugye kétszerre megy. Az mit jelent? Hát délelőtt akkor szünet, aztán délután vissza. Meg lehet ebből élni? Meg. Valójában eddig még félretenni nem sikerült, mert mindig valamire elcsúszott a pénz, ugye a lakást is, hogy kivettük, akkor bútorozatlan volt, de aztán végül csak. Tehát ez, ami most van a lakásban, ezt mind ti megkerestétek, bementetek az üzletbe, kifizettétek és hazahoztátok. Így van. Ez így, konkrétan így van. Volt, amire úgy spóroltunk egy-két hónapot, de nagyjából igen. Kikkel dolgozol együtt? Többnyire bevándorlókat, tehát mondjuk Szerbiából érkezettek? Persze, szinte 100%-ban bevándorlók, mondjuk 80%-a szerbiai, maradék az török, szlovák, szlovén. Osztrák barátaitok, ismerőseitek vannak? Nincsenek. Miért? Minden a nyelvtudás miatt. És most, hogy jársz tanfolyamra, akkor gondolod, hogy utána lesznek? Tehát arra lettem volna kíváncsi, hogy az osztrákok például mennyire befogadóak. Mit hallottál a többiektől? Itt is, mivel népről beszélünk, tehát itt is vannak pró és kontra dolgok, de viszont én az osztrákokra nem tudnék rosszat mondani. Tehát egy abszolút kulturális nép. Szerintem a mi kultúránktól jóval magasabb szinten van az ő kultúrájuk. Milyen értelemben? Hát legfőképp kulturális értelemben,
viselkedés szempontjából. Például, úgyhogy... Most annyi, hogy ugye rengeteg külföldi van kint, és akkor úgy tapasztalom, hogy nem nagyon szeretik mindenki a külföldieket. És milyen terveid vannak, hogyan tovább? Per pillanat, mivel ugye sajnos olyan a szituáció, hogy abszolút nem szükséges a német, tehát szerbben el tudunk igazodni, ugye a kisebb ügyeket elintézni, stb. Tehát most már azért hál' Istennek ragadt valamennyi német rám, de most kezdtem nyelviskola, meg így privátilag a németet is, akkor aztán szeretnék munkahelyet váltani, ahol aztán tudom fejleszteni. Milyen munkahely az álmod? Mégis nincs semmi konkrét, csak annyi, hogy osztrák legyen a munkaadó. De akár ilyen takarítóvállalatban is? Tehát a munkával persze, semmi bajod? Persze, nincs ezzel gond. Az interjú végére Dóra fia is hazaért az iskolából. Gábor nem számít csodabogárnak a bécsi iskolában. Osztálytársainak jelentős része szintén bevándorló szülők gyermeke. Azt el tudod-e képzelni, hogy hazamegy? Nem. Megmondom őszintén, a mai napig rémálmaim vannak azzal kapcsolatban, hogy haza kell mennem, vagy a régi munkahelyen, hogy melózzak, vagy valami. És akkor mindig úgy, hogy felébredek, és akkor szuper. Nem kellett visszamennem. Aki azt mondja, hogy örömmel hagyja el a szülőföldjét, az hazudik. Tehát én is örömmel jöttem el a saját szülőföldemet, én is nehezen hagytam ott a nekem is az előző házasságomból a kisfiam, lent van nagymamám, család, stb. Tehát én is nehezen kerekedtem fel, meg én is otthon. Tehát mondjuk ezelőtt 2 éve én is még ott képzeltem el a jövőmet, ha bár nem tudtam, nem láttam magam a jövőbe, de ott próbáltam elképzelni, ugye ott is küzdöttem, de egyszerűen amikor beláttam, hogy otthon nincs maradás. Karlsplatz Bécs belvárosának egy nagyon jellegzetes, forgalmas tere. Itt találkoztunk a fiatal diplomás házaspárral. Valentina Adát, Ákos pedig Zentát cserélte le Bécsre. Mi is akartunk jönni különben, én voltam jobban rajta, az ugyan, mert én befejeztem az egyetemet tavaly előtt otthon, és akkor nagyon ráálltam a munkakeresésre, tényleg ezerre még minden, de nem jött össze semmi. És akkor addig, milyen én... egyetemet fejeztem? A tanítóképző Szabadkán. És akkor én elkezdtem mindenfelé szórni a CV-met, de azt úgy nem tudatosan észre, csak úgy, hogy akkor hátra bejön valami, kapjak valami pozitív visszajelzést. És akkor aztán elküldtem minden, mert itt volt egy lehetőség, hogy magyar óvónőket kerestek török óvodában. De azonnali kezdésem, hogy minden esőkör előtt jelentkeztem. Az Ákos nem akart jönni, mert hogy ő zenta, meg minden, ilyen adai vagyok. Kijöttem az interjúra, én tanultam előtte otthon a németet, végig, ameddig tanultam, de hát az mindig kiderült, az nem sok. És akkor az interjú sikerült is, mert mindent, amikor a diplomát mutattam, akkor úgy mindenki nézett, hogy ez valami nem stimmel, mert többnyire Magyarország jóvónak jöttek erre a munkára, amivel ugye EU, és tudnak dolgozni, és akkor mondták nekem, hogy valószínűleg lesz fel a problémám. Hát jó, ugye, de én örültem, hogy hát az interjú ment, mert minden hátra sikerül,
de nem, mert ugye aztán, mint kiderült, én ugye belenéztem az egész dologba, meg ugye rájöttem, hogy ugye nekem itt honosítanunk a diplomámat, ami nem egy egyszerű dolog, aminek most már vagyok körülbelül a végén, az egy 7 vizsgát jelent, meg tehát teljes németet kíván, tehát anyanyelvi szinten, mert ugye van német irodalom is a vizsgában, meg minden, tehát végül is én úgy tartom, hogy logikus, amit kéne, mert nálunk ez tényleg nem volt, tehát azokat kérnek, ami nekem otthon nem volt. De most azt itt tanulsz? Én nem tanulok még, mert akkor be kellene írnom az egyetemet, majd először le kell zárnom ezt az ügyemet. Tehát, hogy a minisztériumnak el kell ismerni a diplomámat, hogy mehetek egyetemre. Ja, igen, de az még nincs meg, mert most még várom a házasságlevelet. Tehát a probléma, ami lelassította az egészet, hogy mi közben még házasodtunk, ő pedig mind Gődér Valentina jött ki, és minden dokumentációja itt Gődér Valentina néven van, és addig nem tudja átírni, ezt még a Magyarországi útlevelre, tehát nem íros a apró Valentinára. És ezt rögtön észrevettük, és rögtön lett állítva az egész. Elkezdtem dolgozni, mert egy ismerősöm, aki itt volt kint, az pont felmondott, és akkor ő betett a helyére engem. És most mit dolgozol? Én most egy üzletben vagyok, én is lágerben, áru átfevés, meg kipakolás, meg szétszedés, kicsomagolás, minden. Ez nagy különbség ahhoz képest, ami hát igen, jöttél. Ez nagy különbség, igen, meg hogy indultam, meg hogy majd ide kijövök, és majd végre szakmám, mert minden, mert otthon nem volt rá esély tényleg. A dán se, zentán se. Tehát én akartam kijönni, az Ákos nem, neki munkája se volt, és aztán neki lett jó. Amikor elkezdtük feszegetni a témát, hogy próbáljuk meg kint, Én igazából, tehát Szabadkán fejeztem a Külgazdaság Egyetemet mesterképzést, és hát 5 évig dolgoztam, mint pincér, 3/4 évig ilyen vetőmag átvevés, buza, kukorica, stb. Mintázás, meg 3 hónapig bankba. Ebből az egészből 3 hónap bejelentett munkám van otthon. Az órákról inkább is beszélünk, 310 órák havonta körülbelül, amit ledolgoztam. És úgy voltam, hát vesztelni nincs mit, legfeljebb visszajövünk. És én mondtam, hogy legfeljebb Bécsig megyek el, mert hogy ez közel van. A lokálpatrióta miatt. Ahogy Kont kollégám is elmondta, innen bármikor még haza lehet ugrani is. Meg a nagybátyám is itt van, és gondoltam, hogy hát ha tud valamit hozzátenni, segíteni a dolgokhoz. Annyit tudott, hogy sikerült nála, amikor mi kijöttünk szétnézni, megnézni a város, elszúrni pár életrajzot, nála megbírtunk aludni, közlekedés megmutatta, eljött velünk, tehát ilyesmivel bírt tulajdonképpen segíteni, mi szintén elég sok volt. Megláttam az interneten egy hirdetést, magyarul, mert hogy itt szokás az, hogy az osztrák hirdetéseket a magyarországiak lefordítsák és kirakják magyar oldalakra. Na most én egy ilyet láttam, hogy annyit írt, hogy kereskedelmi ügyintézőt keresünk cégünkbe, írt a cég nevet, és ez rendben is van, hanem én csak megláttam az e-mail címet, hogy Bojana Popovics. Pont. Na mi, hogy én nem tudok németül, de ővele biztos, hogy tudok meg beszélgetni, úgyhogy német, megpróbálom. És be is adtam egy életrajzot, rendben elfogadták, elmentem. És másnap reggel kapom az e-mailt, hogy várnak vissza interjúra. És most itt laktok, van közös? És most már igen, itt lakunk, egy közös lakás, bérelünk. Nagyon szépen berendeztük, autót is vettünk már. És akkor azért jó, mert akkor még akarunk, fogjuk magad, beülünk az autót és azért menjünk. Hétvégére. Fontos dolog. Azért fontos. Ha éppen úgy áll a kedvünkben. Meddig marad lesz? Ilyen tervünk nincs. Én nem tudom. Nincs meghatározva. Lehet, hogy egy hónapig. Hát... nagyon pro-kontra az egész, mert ugye hiányzik a család, meg minden, de
ami otthon van, nem biztos, hogy jó érezni magam. Tehát csak szülők miatt szerintem. Már. Nekem is nagyon jó tényleg a munkahelyen, attól függetlenül, amit csinálok, de hogy az osztrák kollégák már tényleg néha meghatódásig nagyon annyira rendesek velem, hogy próbálják még már, hogyha nem is értek meg, akkor elmutogatják, és segítenek, kiállnak mellettem, főnök jön a kodál mellem, és akkor én is hallottam, és aztán, hogyha nevetettem, akkor elmondja, még egyszer figyelj, ezt mondta. És azt én nem is vártam még semmi, de otthon, én nem is dolgoztam otthon soha semmit, még úgymond rendes munkahelyen. Babysitterkedtem, de az, hogyha mi összeállásra tudunk, utána az nem jött volna elég. Nekem sem meg az Ákos munkája. Tehát otthon nem tudtunk volna így összeköltözni se rendesen. Lakzit sem megcsinálni, hozzájuk volt valamit lépni. Otthon mit szóltak ahhoz, hogy eljöttek? Támogattak többnyire. Jó, anyu a sírt, az én anyukámat nagyon sírt. De így reálisan nézve apu is azt mondta nekünk, az ő anyukája is, hogy nem tudják azt mondani, hogy nem menjünk, mert az is butaság lenne, de fájó szívvel azt mondják, hogy próbáljuk meg. Mivel ők is látják a helyzetben. Tehát ezt így reális ember belegondolva, mi nem azért tűnk ki, mert nincs jobb dolgunk, hanem azért, mert valószínűleg nem azért, mert nem akartunk ott foglalkozni, hanem valószínűleg nem jött össze annyira. Mi kéne ott van? Én mindenki visszamenjen. Igen. Ahhoz mi kell? Ahhoz. Nem minket kell kérdezni, szerintem, hanem úgy le kellene menni. Szerintem hiányzik otthon a biztonság. Itt jöttünk, és akármit dolgozunk, egy anyagi biztonságban vagyunk, ezáltal sokkal nyugodtabbak is vagyunk, nem stresszelünk. Én hazamegyek, azt látom, hogy nincs annyit dolgozunk, olyan fizetésük, hogy bennük van ez a mindennapos stressz. Hogy ki tudja, mi lesz holnap, ki tudja, mi lesz következő héten. Nagyon komoly szervezetek védik a munkásokat itt. És inkább szerintem ez a biztonság, amiről beszélünk. Nem az, hogy nekem most hány ezer euróm van, hanem az, hogy én elmegyek dolgozni, és tudom, hogy el fog menni három hét múlva is dolgozni. Mennyire összetartóak itt a vajdasági magyarok? Hát nagyon. Soha nem látott összefogást látok itt a vajdaságiak szintjén, tényleg. Hogy nagyon jó társak. Én ők közülök szerintem senkit nem ismertem, mikor kijöttem. Amikor kijöttünk, akkor ismertük meg őket. És azóta egy hétvégén vagy, amikor megyünk. Hogyha akármi van tényleg. Mert mindenki tényleg máshol dolgozik, más tud, több ideje van kint, jobban beszél valamit, vagy hallott valamit, és akkor szöttünk mindenki. Töltünk. Van csoportunk, küldik, osztják, és ott itt mindenki terjedik, mindenről. Kinek mi a szüksége van. Velük az összetartó vajdasági magyar fiatalokkal és történeteikkel majd a következő részben ismerkedhetnek meg. S Oljával is, aki nagy kikindáról ment el Bécsbe tanulni. Hamarosan mesterdiplomája lesz, nemrégiben férjhez ment. Az ő gyerekei már bécsiek lesznek. Végig egy kérdés, hogyha otthon kapsz óvónői állást, hát akkor visszamennék. Én, hogyha Adán kapnak a óvónői állást, akkor én visszamennék biztos. Én nagyon szeretem van ott dolgozni. Mit csináltál, ha lenne Adán? Most lenne óvónői állást. Akkor az a feltétele, én is hazamennék, ha én is kapnék egy megfelelő állást otthon. Én nekem a megfelelő állás otthon, az azt mondom, hogy egy 50 000 dináros fizetés a szakmámban.